Üdvözlöm a kedves nézőket, Gajszágú György vagyok, és ez pedig itt a Heti Kortárs, a Heti TV kulturális magazinja. Műsorunkat azért hoztuk létre, közeledve az 50. adáshoz, hogy ezt a kortárs világot, a contemporary art, az art world-nek a világát egy kicsit megismertessük önökkel, és ezért olyan szereplőket hívunk meg, akik tevékenységükkel, munkájukkal, véleményükkel, személyiségükkel ezt a dolgot, ezt az összefüggő, gyakorlatilag globális hálózatot fémjelzik és megmutatják. Most ezt mi szeretnénk önöknek megmutatni egy másik, egy új személyiség kapcsán. Kós Gábor mai vendégem. Szervusz, Gábor! Szervusz! Köszönöm a meghívást! Nagyon szívesen, és örülök, hogy eljöttél hozzánk. És mindjárt itt egy kicsit a e-medias lesz a dolgok közepébe vágva. Azért hívtunk meg, túl azon, hogy a galériád, az Inda Galéria ajánlott, mint feltörekvő képzőművészt, hogy van egy új dolog, és ezt ajánlom a nézők figyelmébe, amit te gyakorlatilag megújítottál, egy ősi technikát. Miről van szó tulajdonképpen? Hát a grafikára gondolsz. Grafikára gondolok, és ezen belül ugye ez a... Én a fametszéssel foglalkozok, igen. Fametszeteket, szerintem az utóbbi 10 évben fametszéssel foglalkozok. Uh-huh. Fametszésekkel eredendően és legkorábban ugye régi középkori könyvek illusztrációja. Igen. Tehát ez egy nagyon, ugye a maga dúcok könnyen voltak metszhetők, jól fölvette a festéket, többet lehetett vele nyomtatni. Kicsit igen. Olyan, mint amikor ilyen krumpli pecsétet csináltak a gyerekek, vagy annak idején talán tanultunk linometszést is. Hogy jött ez az egész neked? Hát igazából maga a fa, mint anyag, az gyerekkoromtól jelen van. Nagybátyám asztalos volt, szóval tök pici koromtól egy ilyen hol asztalos. Születi? Én Szlovákiában füleken. Szóval gyerekkortól megvan maga az anyag, mint fa. Aztán, ahogy elkezdtem komolyabban foglalkozni a képzőművészettel, akkor valahogy a grafika felé vitt az irány, és mindig is ez volt a végcél, szóval végigmentem minden tanulási folyamaton, de valahogy mindig az elejétől tudtam, hogy fametszeteket szeretnék csinálni. Jött magától. Ez egy eléggé játékos dolog egyébként, hogyha az ember éppen nem hivatásszerűen vagy komolyan csinálja, mert hogy az ember egyik ilyen barlangrajzon is láttam, hogy ősember beletette a festékbe a kezét, uh-huh. És akkor ilyen kézlenyomatokat csinált, és úgy látom, hogy te túl azon, hogy vannak ábrázó figurális grafikáid, azért vannak organikus formák is, amiről lenyomatokat készítesz. Igen. Erről mesélj egy kicsit? Ez tök jó, hogy felhoztad ezt a példát az ősembert és a kéznyomával, mert szerintem mindenhol nyomokat hagyunk. Jeleket, nyomokat, igen. És amiről beszéltél, ez a frottázs nyomtatás. Uh-huh. Frottázs, ez dörzsölést jelent, és gyakorlatilag azt csinálom, hogy bizonyos felületeket, legyen az tárgy, személy, vagy akár egy egész tér, én annak a felületét bevonom festékkel, és hozzá dörzsölök egy papírt. Ezáltal megkapom a felületnek a nyomát, gyakorlatilag a textúráját, a felületének minden információját. Egy direkt leképezése. Igen. Az egész gyakorlatilag legszemélyesebb mondhatni. Igen, ez 2010-ben alakult ki, akkor én Glasgow-ban voltam Erasmusos diák, és ott kezdtem el azzal foglalkozni, hogy pontosan mit is jelent nekem az, hogy nyomot hagyok valamibe, és arról mintát veszek le, illetve fontos volt az, hogy az ott töltött időmet, ami nagyszerű volt, szóval az ott töltött időt valahogy rögzítsem, és nem szerettem volna fotódokumentációt, vagy tájképet onnan, vagy bármit. A legfontosabb az volt, hogy maga a papír, amin ott volt az információ, az hozzáért a valós tárgyhoz, térhez abban az időben, amikor ahonnan én valamit rögzíteni szerettem volna. Nagyon érdekes egyébként, és ahogy néztem a képeket, és talán a nézők is majd látják a felvilágon a képeket itt mögöttünk, vagy amit esetleg a kollega a stúdió bead teljes képernyőre, hogy nagyon különböző helyszíneken, például látom ami hómezőt, és akkor ott valami sziklának a lenyomatát igen. Szóval ezeknél a nyomatoknál nagyon fontos a hely és az idő, hogy mikor készült, mert
igazából azt próbálom vele rögzíteni, egy ilyen hát, emlékeket, érzéseket, amik akkor történtek abban a bizonyos időben, vagy ahhoz a térhez köthetőek. Most beugrott csak egy olyan, hogy korábban láttam, hogy valamelyik nyugati városba csinálták meg, talán, hogy ilyen szuvenír pólókat nyomtak úgy, hogy csatornafedeleket kentek be, és akkor ugye arról ilyen monotípiák keletkeztek, bekenték, de ennél személyesebb emlék egy városnak a lenyomatát magára venni az embernek és hazavinni, keveset tudok elképzelni. Igen, ez pont ebből alakult ki, ezt a Glasgow-i naplónak is hívtam, ez egy ilyen kis formátumú kis könyv volt, ahol minden fontosat elhoztam magammal, és így mai napig tök jó ezeket végiglapozni. És tök jó, hogy említetted a szuvenírt, mert az például ebből a frottázs nyomtatásból kiindulóan van is egy ilyen sorozatom, amit szuveníreknek neveztem el. Itt konkrétan tárgyakat, illetve van, hogy egy egész térrészletet rögzítettem ezzel a technikával, és aztán ezek újra vannak építve, mint a eredeti térnek, illetve tartnak a tükörképe. Mert igen, tehát szeretsz nagyba gondolkodni. Például nem csak ilyen kis tárgyakra gondoljak a nézők, láttam egy egész szalagfűrészt, ami nyilván nálad használva volt, mert ugye ezeket a deszkákat valahogy föl kell vágni. Egyébként én is alapvetően fás vagyok, tehát egy faiparban voltam, nem tudom, ezt közel 30 évig. Tehát, hogy a szalagfűrész ilyen nyomat szempontjából az hogy működik? Mert az eléggé plasztikus tárgy. Mármint technikai lett kérdezett, hogy meg lehet látom, megoldani, ugye, vagy miért történt meg? Hát látom, hogy ilyen szalaghűrészt, és igen, akkor az volt ilyen kúsgáborosítva. Hát igazából annak a története az, hogy az a nagybátyámnak az utolsó gépe volt, ami megmaradt, ugyanis meghalt 2014-ben, és maga ez a tárgynak a készítése, ez ugyanabból a alap problémából indult ki, hogy azon nyomban, hogy megtapasztaltam azt, hogy valamit elvesztek örökre, rögtön az a félelem kelt föl bennem, hogy el fogom felejteni. És ezzel a gesztussal szerettem volna megőrizni tőle valamit, amikor még az a családhoz tartozott, az a utolsó gép, és maga gyakorlatilag ez az egész folyamat, hogy én azt minden egyes részét befestékeztem, lenyomtattam, aztán az le lett tisztítva teljesen, és maga az egész újraépítés, ez gyakorlatilag egy ilyen gyász folyamatot segített fel. Ez elég súlyos dolog, mert hogy, tehát ez egy gyakorlatilag megkerülhetetlen emlék, mert egy ilyen szalagfűrész gyakorlatilag több száz kiló is. Igen, és például ezeknél a tárgyaknál nagyon fontos a törékenység, szóval az összes ebben a sorozatban készült objekt, vagy szobor, bármit nevezzük, ezek nagyon törékenyek, szóval ez egy nagyon vékony papír, egy ilyen hártyaszerű réteg az egész, és iszonyat könnyű. Illetve, tehát a szalagfűrész is egy ilyen, papírmasé? Nem, ez egy ilyen nagyon vékony papír, fa lecekből van gyakorlatilag a váza megépítve. Hát ez becsapott engem ez a dolog, mert én azt hittem, hogy hát mondom, itt egy szalagfűrész, hát mondom, ezt ide becígölni, nem, meg nem, hazavinni, nem, meg az, nem tudom, meg mindig. Az pár kiló gyakorlatilag. Ja, értem. Aha. És ez a koncepció része a munkának, hogy törékeny legyen, ugyanis ami törékeny, arra vigyáznunk kell. Igen. Az emberi lét önmaga is. Igen, és hogyha egy olyan tárgyat alkotok, ami folyamatos törődést igényel, akkor úgy gondolom, hogy az emlék is tisztább marad. Ugye a nyomtatás általában papírra készül, vagy teljes egészében, vagy mindig. Tehát, hogy ezek a papírmunkák, úgy vettem észre a nyugati vásárokon, az utóbbi években egyre nagyobb divat. Tehát, hogy nagy méreteket tesz lehetővé, úgy gondolom logisztikailag is, tehát ezt föl lehet tekerni, hogy mennyire szempont például az a következő, hogy azt mondják, hogy a kortázsban a méret is lényeg. És ez nem ilyen férfias
dolog, hanem inkább az, hogy a kortársak azt mondják, hogy ugye nagy számokkal kell dolgozni, tehát vagy valami nagyon nagy legyen, vagy valami nagyon sok legyen belőle, vagy ugye, tehát a konceptnek a része az, hogy ezek nagy nyomatok, és úgy gondolom egyébként, és erősíts meg, vagy cáfolj, hogy egy ilyen nagy nyomatnak az elkészítésével körülbelül ugyanannyi idő van, mint egy ilyen kicsi részletes nyomatnak. Tehát befutott festők mondják, hogy kérdezik, hogy miért nem csinál kis képeket, ugyanannyi meló van vele, mint egy nagyja. Hát ez relatív, szóval valószínűleg igen, szóval lehet kis dolgokon is sok időt eltölteni, illetve lehet rövid idő alatt nagy munkákat is készíteni. Az én esetemben ezek nagyon időigényes munkák. Hogy kerülnek fel a fafelületekre ezek a gyakorlatilag, hogyha kész van ilyen fotorealisztikus képek? Mm-hmm. Tehát ez, hogy van a fölvitel? Fölrajzolom. Vetített esetleg? Vagy hogy rajzolod föl? Vagy kockázod? Nem, ezek számítógépen megtervezem egy tervet, hogy mit szeretnék, aztán az ki van nyomtatva az egyes méretbe, és az van átrajzolva kézzel. Ja. Legtöbbször így történik a folyamat. Mi szeretem sokszor, is ezt a... Sokszor érdeklik a kulisszatitkok, ezért kérdezek ilyen. Én szeretem ezt az átmenetet, hogy valamit... Legtöbbször ezeknél a nagy képeknél fotó alapján dolgozok, szóval elkészül egy fotó, arról készül egy számítógépes terv, aztán arról egy rajz, egy kézzel készült rajz, és utána az van még egy késsel fába belemetszve, és ugye végül pedig a papír kézzel van átdörzsölve a fa felületén, hogy a festék hozzá ragadjon a papírra. Uh-huh. Szóval sok folyamaton átmegy egy ilyen kezdeti ötlet. Uh-huh. De jól tudom, hogy ezekről a dúcokról csak egy nyomat kész. Igen. Uh-huh. Igen. Igen. Elvileg lehetne többet is, de... Elvileg lehetne többet is, gyakorlatilag de nem. Ugyanolyan nyomatot nem lehet lehúzni róluk, illetve nem szeretnék. Szóval ez egy ilyen döntés volt részemben. Itt látszik, hogy átrajzolod a dolgot. Igen. És akkor gyakorlatilag a fekete részek, tehát a fehér lesz kimetszve, ugye? Az már ki volt metszve. Az már ki volt metszve. Festékezés folyamata volt. Aha. Ez pedig a nyomtatás. Szóval ott már ki volt metszve a felülete, és így ecsettel festékezem föl azt a részt, amit le kell nyomtatni. És aztán egy ilyen még szerencsé, hogy ez a nyomdafesték, ez lassan szárad. Viszonylag lassan. Ez kimondottan ilyen magas nyomásra való vizes. Igen. Festékkel dolgozok. Ezt akrilla nem lehetne, mert mire a vége rész, már megszárad az eleje. Igen. Az klasszikus nyomtatási dolog. Először a műcsarnokban találkoztam egyébként a munkáiddal, és nekem nagyon impozáns volt, hogy sose láttam egyébként olyan művet ezelőtt, ami a padlótól a mennyezetig, és akkor volt egy ilyen nagyon ütős hatás, és akkor alatta ez a dúc, tehát hogy azonnal lejött ez, hogy itt valami újdonsággal állok szembe. Ugye az Inde galériánál vagy, mint művész, ugye ő ajánlott egyébként ide a műsorba. Köszönöm ezúton is az Inde galériának az ajánlásokat, és a többieknek is. Mikor kerültél kapcsolatba a galériával, és hogy történt ez? Az Inde galériával tavaly nyáron kerültem kapcsolatba, körülbelül egy éve, és ők kerestek meg. Eljöttek a műtermemben, beszélgettünk, és úgy láttuk, hogy van értelme a közös munkának. Uh-huh. A fekete, mint szín, az mennyire tartozik a te jelkészletedhez? Tehát, hogy ez egyfajta elköteleződés, hogy ilyen festék van. Művészeknek a korszaka is sokszor jelenti, kapnak, mit tudom én, valakitől maradék festéket, és akkor Picasso kék korszak, ami Yves Klein, és ugye itt a kék képeivel lehet, hogy ez a fekete, ez mennyire a te védjegyed, nevezzük így. Mondhatjuk egy tudatos választásnak, szóval az egyetemi évek alatt próbálkoztam sok mindennel, próbálkoztam a színekkel is dolgozni, sőt, készültek nagyon színes munkák is ezekhez képest, de végérvényben mindig arra jutottam, hogy a fekete-fehér kontraszt a legdrámaibb, amit
amit én el tudok, vagy amit el lehet érni, illetve... A fotográfiában is, hogy a fekete-fehér az mindig a legartisztikusabb dolog. Illetve annyi infó van egy nyomaton, egy ilyen fa felületéről, vagy gyakorlatilag bármiről, akár egy lift felületéről is, hogy szerintem bőven elég a monokróm. Igen, igen. Ugye elvileg bármilyen szín lehetne. Igen, igen. Tehát mint a Ford T modellnél is, hogy bármilyen szín autó, tehát feltéve, hogy az fekete. Nem volt ilyen felvetés, hogy esetleg más színben? De szoktam színekkel is dolgozni. Aha. Például a tavalyi évemből egy pár hónap arra ment, hogy színekkel játszadoztam, színes nyomatok készültek. Aztán visszatérte a feketéhez. Igen, igen. Szóval én ezt évekkel ezelőtt, még tényleg az egyetem legelején megtaláltam magamnak ezt a bizonyos típusú festéket, ami egyszerűen olyan gyönyörű feketét ad, hogy nem bírok bele. Az Erasmus ösztöndíjra egy picit térjünk vissza. Hol volt ez helyileg? Glasgow-ba. Azt mondta, hogy nagyon inspiráló volt. Kedves nézőknek elmondanám, az Erasmus ösztöndíj egy olyan ösztöndíj, amelyik egy ilyen nemzetközi csereprogram. Jól mondom? Igen. És Magyarországra is jönnek külföldi hallgatók, illetve magyar hallgatók mennek inspirálódni is megnézni a nyugati gyakorlatokat, vagy külföldi gyakorlatokat, kapcsolatokat építeni. Tehát ez egy kicsit olyan, mint a régebben volt, hogy ugye inas évek, és akkor ugye elmegy az ember, hogy föltöltse új élményekkel, és ugye ezért frissítse a hazai kultúrát. Volt-e ezzel kapcsolatban valami ilyen elvárás? Tehát, hogy most lehet, hogy nem jó a megfogalmazás, tehát, hogy valami olyan dolog, ami mondjuk, tehát mondjuk elvárásnak, hogy ha hazajössz, akkor ezeket a tapasztalatokat, ezeket úgy valahogy add át az ittenieknek, hogy tartottál erről valami prezentációt, vagy bemutatót, vagy tájékoztatót, vagy esetleg olyan kiállítást, ami ezekből a munkákból készült. Ha jól emlékszem, kellett előadásokat tartani akkor az egyetemen, aki visszajött Erasmusról, illetve beszámolót írni, illetve bárhol adok előadást, vagy bárhol beszélek a munkáimról. Glasgow mindig előkerül, mert az egy fontos fordulópont, vagy egy pont volt abban, ahogy És ezek a kapcsolatok, amik ott keletkeztek, ezek még megvannak? Az ottani kapcsolatok? Nem igazán. Nem. Azt hiszem az akkori tanárommal levelezek, de nem egy ilyen... És egy ilyen művész kapcsolatok esetleg nem születtek, amik tartósabbnak bizonyultak? Barátságok születtek, de nem lett igazán tartós vagy szoros. Akkor ott úgy éltem meg, nagyon jó kapcsolatok voltak, viszont úgy gondolom, hogy tök rég volt, szóval tök fiatal voltam, és ezek így elkoptak. Nagyon impozánsnak tartom azt a sorozatodat, ami ilyen bérházakról készül, tehát ilyen városi képeket, hogy ennek mi a koncepciója? Az a Budapest Napló sorozat, és az a gyakorlatilag a 6.-7. kerületnek az utcaképei metszettem meg. Annak a sorozat az úgy született, hogy ugye végeztem az egyetemen, és végérvényessé vált, hogy itt maradok Budapesten, itt fogok élni, és bár addig 5 évig itt éltem, sőt gyakorlatilag ugyanitt mozogtam, de egy nagyon gyorsan megváltozott a viszonyom a térhez, ami körülvesz, és elkezdtem ezt vizsgálni, hogy mit is jelent számomra mostantól ez a tér, hogy már ez az otthonom. És azok az utcaképek voltak azok a terek, amit közösen osztok meg a velem együtt élő emberekkel ezen a téren. És volt egy frottás nyomat vonala is ennek a sorozatnak, ami viszont az én személyes életemnek a akkori ilyen fontos pontjait rögzítették. Volt az egyik képen egy ilyen hajlenyomat is van, az nem tudom,
Hogy valakinek a haja, az a te hajad volt? Az az én szakállam. A szakállam? Szakállam volt. Ja, az még gazbóban volt a szakállam. Igen. Hát olyan hosszú volt, azt hittem valami haja valakinek és a tarkójáról. Nem, tök szakállam. Nagy szakállam volt, aztán megörökítettem. Szakállam. Beszéljünk egy kicsit, mert ugye ez is a heti kortásnak egy célkitűzése, egy kicsit úgy pragmatikusabban erről az egész művész létről, nevezzük így, hogy milyen a hazai, illetve a nemzetközi érdeklődés a munkáid iránt? Magyarán. Jó. Szóval kérdezik, bővebben nem jó. Mondhatnám azt, hogy tök elégedett vagyok azzal, ahogy a dolgaim alakulnak. Tehát most jelenleg a válság kapcsán is, tehát hogy ez megtorpanást jelentett, mert van olyan művész, aki azt mondta, hogy hát a válság kapcsán ő aggódott, de hát most így sorbaállás van. Tehát nálad mi volt a történet? Azt nem mondom, hogy sorban állás van, de ilyen konzisztensen mindig kapok megkereséseket, és szerencsére zseniális lehetőségeket kapok. Szóval az elmúlt években sikerült Prágában, ez például Prágában volt egy önálló kiállításom. Erre emlékszem, ezt az Art Market Budapesten sikerült bepréselni egy olyan standra, ami egyáltalán más méretű volt, mint ez, és át kellett szabni az egészet. Kicsit szerencsétlen szituáció volt, igen. De például sikerült kiállítanom tavaly Ausztriában egy olyan múzeumi környezetben, meg egy olyan körítéssel, amit 10 évvel se tudtam volna képzelni, hogy valaha így lesz kezelve az a munka, amit én csinálok. Van ennek az egésznek szerintem egy ilyen nagyon komoly fenntarthatósági üzenete. Nem? Már csak itt az emlék, meg a lenyomat, meg a megőrzés, meg az értékeknek a rögzítése, a tradíció, örökség, megőrzés, képzés adott esetben, mert hogy műtárgyiasítjuk ezeket az emlékeket. Hogy a fenntarthatóság az tudatos vagy ösztönös, vagy ez hogy van nálad? Inkább ösztönös. Alapvetően egy nagyon intuitív személynek gondolom magam, szóval ilyen megérzések, ösztönök alapján döntök magukról, az alkotásokról is. Úgyhogy így jön. Tehát szólóművész vagy-e, vagy esetleg valamilyen csoporthoz tartozónak érzed magad? Tehát vannak-e valami olyan szakmai közösségek, szerveződések, amik jelenleg úgy körvonalazatnak valami utat, ami egy struktúra fele mutat? Úgy kimondottan nem vagyok tagja semmilyen ilyen csoportosulásnak, vagy csoportnak. Alapvetően úgy érzem, hogy ezt magányosan oldom meg ezt a témát. Illetve szeretek emberekkel dolgozni, de ugye magam útját szeretem járni ötletekben, vagy úgy elképzelésben, hogy mit szeretek csinálni. Hogyha van fölkérés egy ilyen csoportos kiállításra, mondjuk ami nem már egy meglévő munkát választanak, hanem oda kell mondjuk egy témaköré valamit alkotni, azt is tökre szeretem, de általában egyedül dolgozok. Lesz mostanában kiállításod? Remélhetőleg igen. Beszéljünk áprilisban el. Lett volna az Inda Galériában, ugye ez a vírushelyzet ezt meg kiutisította. Elhalasztottuk szeptember első felében fog valamikor megnyílni gyakorlatilag ez lesz a bemutatkozó kiállításom az Inda Galériában. Na hát akkor nagy érdeklődésre és kíváncsisággal várjuk. Köszönöm. Egy picit visszatérek erre a papírmunka dologra. Ugye egy kicsit itt tovább gondoltam ezt a dolgot, hogy logisztikailag meg gyűjtés szempontjából, hogy ez milyen. Tehát ugye egy kicsit olyan bevállalás szerintem részedről, hogy ugye megcsinálod ezeket a jó kezelhető printeket, és egyébként mellé adod azt a dúcot, ami meg, mit tudom, 4x6 méter, hát azt valahogy akkor együtt kell kezelni, tehát ez a dolog nem akadály? Hogy azt nem mondják azt, hogy nekik csak a print kell, a dúc meg nem? De én nagyon határozott vagyok abban, hogy a kettő az egy alkotás, és nem egy műalkotás a kettő,
És nem mondják azt, hogy köszönjük, akkor nem kérjük. Volt már ilyen. Vagy hogy esetleg elveszejtették a dúcot, és vagy nem tudom, erről nem mindig van információ. Ilyenről nem hallottam, nem tudok. Remélem az, aki már megveszi, az nem fogja elveszíteni. Aha. Mert de a helye az nagy probléma. Tehát, hogy szerintem megoldható a helykérése. Ezek általában nem egyben vannak ezek a dúcok, hanem mindegy puzzle, szóval viszonylag. De hát végül is azt ugye úgy, mint a műcsarnokban volt, hogy ott van a 4 méter magas nyomat, és akkor egyébként előtte meg lefektetve a dúz, tehát hogy ezt mondjuk így privát gyűjteményben ritkán van alkalom bemutatni, vagy hogyha valakinek van mondjuk olyan belső tere, akkor nyilván ott a vízszintes felületek azok értékesek, és hát nyilván azt meg belakja. Igen. Igen, de úgy gondolom, hogy nem szabad szempontnak lenni az ilyen dolgoknak az alkotás közben. Hogyha már bejönnek ilyen gondolatok, hogy ezt majd hogy lehet értékesíteni, illetve a vásárló esetleg hogy fogja tudni installálni az otthonában, szerintem azok nagyon visszaveszik. Legalábbis nálam az alkotási folyamatot, szóval nem működött. Próbáltam már így. Tehát, hogy azon nem szokták gondolkodni, hogy ezek a munkák, hogy hova kerülnek? Ugye, tehát minden oka nem is célal. Nem szabad szerintem. Nem szabad? Nem szabad. Uh-huh. Szóval, hogyha azon gondolkodnék, hogy hova fogom rakni, vagy hol fogom tárolni ezeket, akkor valószínű, hogy egyébként igazad lehet, mert nem a te problématikád, ez legyen mondjuk a kereskedő. De az ennyi. Végül is a kereskedőjeknek az a feladata, hogy megtalálja, hogy ezek a művek, akik megszületek, hova valók. És én csináltam galériát, tehát nagyon jó lesz, ezeket a pázlokat el tudtam helyezni olyan gyűjteményekbe és terekbe, ami egyszerűen kiáltott ezekért a dolgokért, vagy vásáron például emlékszem, hogy ugye standon megállt egy látogató, és megrogyott a lába az egyik szobor előtt, hogy hát miért kell neki ilyet meglátni, mert hogy neki nincs ilyenre pénze. Aztán valahogy összekaparta az előleget, és akkor elvitte. Tehát vannak ilyen nagy rátalálások. A kiállításon túl, ami szeptemberben lesz, van-e valami olyan közép vagy hosszabb távú víziót, hogy mondjuk el tudod képzelni magad 5 vagy 10 év múlva, vagy vannak-e olyan álmaid, vágyaid, amiket úgy szeretnél elérni, és itt esetleg el lehet mondani? Hát ilyen középtávú terv, ami viszonylag közeljövő, az a jövő évben lesz egy kortárs képzőművészeti triennálé Csehországban, és oda készülök egy papírinstallációval, az teljesen le fog foglalni a jövő év közepéig annak a készítése, illetve a távolabbi jövőben talán csak annyi a tervem, hogy ami elém gördű lehetőség, azt a maximálisan ki tudjam használni. Uh-huh. Szeretnék minél több és izgalmasabb helyen kiállítani. Uh-huh. A lehetőségek azok ugye elég gördülnek, vagy milyen mértékben kell esetleg neked elébe menned? Vagy most már itt a galéria ebben segítségezve? Úgy gondolom, hogy ez sokrétű, szóval segít ebben a galéria, és úgy gondolom, hogy sokat segít az is, hogy folyamatosan dolgozok. Szóval az elmúlt 10-15 évben nekem a képzőművészet az olyan napi tevékenység, ami úgy gondolom, hogy lehet, hogy első pillanatra lehetőségek csak úgy felbukkannak, de szerintem az mind a hosszú és konzisztens befektetett energiának az eredménye. Igen. Anyám mindig azt mondta, hogy a tehetség az kitartás és szorgalom. Igaza volt. Gábor, örülök, hogy a vendégünk voltál. Köszönöm. Sok sikert kívánok a továbbiakban. Köszönöm. Kedves nézőink, ez volt a mai heti kortárs. Keressenek rá Kós Gábor munkásságára, műveire, látogassanak el az Inda galériába majd szeptemberben a kiállításra. Foglalkoznak kortárs műgyűjtéssel, ez is egy új keletű fogalom. Keressenek rá az interneten, mindenféle információkat, izgalmas dolgokat találnak erről, és legközelebb is tartsanak velünk, viszontlátásra.